körülvezet mindenkinek, M3 autó, park szokás szerint. Nézegetünk egy Peugeot, éppenség egy 406-os. Van egy extrák, amit találtam, egy ilyen az ABS például, a klímát. Aztán láttuk itt az elejében, hogy van kötfényszóró is. Amúgy egy 1.8-as motor, és 110 lóerős benzines szerkezet. Még találtam egy riasztó egységet is, tehát az autóban riasztó is van. Be is csuknánk a motorház tetőt. Ő egy sötétkék színű autó. Igen, jó vágású ez a kis autó. Jól mutat itt ebben a gyönyörű szép napsütésben. Tehát az autó az így nézne ki. Szerintem így nagyjából egyben van, ugye 98-as kocsit nézegettünk, azért nem mondanám rá, hogy tökéletes és hibátlan. De ettől függetlenül szerintem jó állapotú a szerkezet, jó sok műszaki van rajta, 2014 és 6. hó, tehát mondjuk rá, hogy több mint egy év műszaki van ezen a járgányon. Jó nagy tágas csomagtér, tiszta és rendezett a belseje, és a jobb oldala is szintén ugyanezt a képet mutatja, mint a bal oldala, tehát rendben van, nem rozsdás, és nincs róla a festék, nem karcos. Nézzük meg a belsejét is, ez egy plüss kárpitos belső rész, hátul könyöktámla az utasoknak és fejtámla is van, szene szól benne, van egy cicereg, meg is nézzük, hogy milyen az a szerkentyű. Elektromos ablakok biztos, jobbra-balra állítható magasságú az ülése, fabetétekkel van díszítve, és állítható magasságú a kormányosztop is. Ezen kívül találtunk benne légzsákot, egyet, meg itt a másik oldalon van ugye még egy klímája, és egy ilyen kis blaupunk zene van benne, ami szól, és nincs is vele probléma. A kormány ez teljesen szépnek mondható, abszolút, kilométer nincs sok benne, 233.200 kilométer, és nézzük, hogy hogy indul, reméljük, hogy szépen és rendben indul, minden cseklámpa kialudt benne, tehát így műszakilag is mondhatjuk rá, hogy rendben van a szerkezetünk. Ennyi volt szerintem az extra sorozata a járgánynak, állítható még a fényszóró magasság is. Tehát így néz ki az autó, M3 autóparkban voltunk, egy 98-as, 1.8-as benzines, 406-os néztünk meg. Remélem az ár kedvező, és hamarosan találkozunk a viszontlátásra.